Ez a Nőhelyi az ATV-n, köszöntöm Önöket. Mai első vendégem, maradjunk egyenlőre ennyiben, tehát első vendégem a magyar politikai szféra egyik vezetője, de egészen biztosan mondhatom, hogy a magyar diplomácia vezetője, és talán ezért, mert ugye a diplomáciában igen-igen fontos a protokoll, az utóbbi időben külsőségem egy picit változott, komolyodott mondjuk így, de amennyire én ismerem, emberileg ugyanaz a kiváló ember, szakember, gondolkodó nő, és mindenféleképpen ugyanaz a kiváló pszichiáter maradt, mint ennek előtt. Lássuk, hogy ki ő. Egy heti lapot idézve, saját állítása szerint 5 éve még kizártnak tartotta, hogy bármiféle kormányzati pozícióba kerülhet. Végzettsége szerint pszichiáter, pszichoterapeuta. A demokrácia technikák a társadalmi konfliktus kezelés szakértőjeként évekig civil intézményekben, honi és külföldi egyetemeken dolgozott. Aztán 2002-ben felkérték politikai államtitkárnak az egészségügyi, szociális és családügyi minisztériumba. 2004. júniusában pedig esélyegyenlőségi miniszternek nevezték ki. 4 hónappal később már az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztériumot vezette. A második Gyurcsány kormány külügyminisztere. Mai vendégünk Göncz Kinga. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, tényleg nagyon boldog vagyok, és annak különösen örülök, hogy egy ilyen nagyon-nagyon szép ünnep előtt sikerült ide csábítanunk magunkhoz, mint a karácsony. Nem tudom, hogy neked speciálisan is szép, fontos jelent valamit, lévén, hogy egy nagyon nagy családból jössz, és gondolom, hogy nagyobb családoknál nagyon-nagyon sok gyerek van, ott különlegesebb, nem? Ez így van, a karácsony nagyon-nagyon fontos. Közben beszéltünk erről, hogy nekünk is nagy családunk van, mi 4 vagyunk testvérek, és a férjem még családja is egy nagy család, ott meg 5 vannak, és el tudod képzelni, hogy ez hány családtagot jelent, és karácsonykor egyébként is sokat vagyunk együtt, de a karácsony mindig egy kiemelt alkalom ebből a szempontból, hogy együtt vagyunk mindegyik családdal. És azt hogy tudjátok megoldani, hogy ennyien vagytok, és mégis mindenkit valami olyasmivel lepitek meg, ami gondolom, hogy fontos a számára, meg fontos számotokra, akik adtok, de hogy mondjuk erre nem, hogy mondjam, szóval emiatt nem kell föltörni egy bankot. Nem az ajándékon van a lényeg. Éppen most maradtunk az utóbbi pár évben abban, hogy szimbolikusan mindegyik család rész kap egy-egy ajándékot, nem erről szól a történet. Szóval ennek az együttlét a lényege az, hogy mindenkivel lehet egy picit más módon is beszélgetni, mint évközben, mindenki mindenkinek az ajándékjára kíváncsi, mindenkiét megnézi. Sokkal inkább az együttlétről szól a történet, mint az ajándékokról. Egyébként pszichiáterként, orvosként te egyetértesz azzal, hogy azok az emberek, akik elesettebbek, magányosabbak, a lelkük beteg, azok ilyenkor nagyobb veszélyben vannak, vagy ezt a média fújja föl, hogy úgy mondjam. Tehát akinek rossz, annak mindig rossz, és attól nem lesz rosszabb, mert karácsony van. Vagy pedig igenis ilyenkor jobban oda kell figyelni ezekre az emberekre. Azt hiszem, hogy tényleg jobban oda kell figyelni. Szóval a karácsony pontosan azért, mert hogy legalábbis ebben a régióban ilyen nagyon családi ünnep. Aki egyedül van, az fokozottan megéli, azt hiszem azt, hogy nagyon rossz egyedül lenni. Sokféleképpen lehet együtt lenni emberekkel, ez nem csak család lehet, én nagyon sok mindenkit ismerek, aki barátokkal együtt ünnepel, aki, ahol a szomszédság úgy alakul, hogy átmennek egymáshoz, örülnek annak, hogy együtt tudnak lenni. Szóval azt hiszem, hogy sokféle módon lehet, de nagyon fontos, hogy az embernek a kapcsolatai, élő kapcsolatai legyenek karácsonykor. Uh-huh. Számomra azért ironikus, hogy ebben a műsorban találkozunk, már mint hogy egy nőkről szóló, de remélem, hogy nem csak nőknek szóló műsorban, mert amikor megkaptad a kinevezésedet, mint külügyminiszter, akkor, hát ha nem is sérelmezted, de valami olyasmit mondtál, hogy egyszerűen nem érted, hogy 2 dolog
akkor szoktak tőled akkortájt kérdezni, hogy ugye a Göncz név, ez egy dolog, ezt már 20-szor megbeszéltük, és illetve azt, hogy nőként külügyminiszternek lenni. Hogy ez téged miért bántott? Nem tudod, hogy hol élsz? Tehát nem tudod, hogy melyik régiójában a világban? Ez itt közben a bemutatóban elhangzott a történet, hogy én elkezdtem akkor még egészségügyi és szociális minisztériumban, aztán esélyegyenlőségi miniszterként, aztán szociális és esélyegyenlőségi miniszterként dolgoztam. Ott tulajdonképpen senki nem volt megakadva ezen, hogy a szociális miniszter, meg az esélyegyenlőségi miniszter az nő. Úgy tűnt, hogy ezzel valahogy a magyar társadalom is, vagy akiknek a hangját lehetett hallani, ezen sokkal jobban meg volt akadva, hogy női külügyminiszter legyen Magyarországnak. És aztán, amikor megnéztem a külügyminisztérium honlapját, akkor én magam is megértettem, hogy ez nem akármilyen döntés, szóval, hogy itt nagyon komoly, nagyon súlyos férfiak voltak az én elődeim, Andrássy Gyulától kezdve, egy olyan névsor van fönn a honlapon, hogy az ember valóban azt gondolja, hogy ezután nem akármilyen feladat ezt továbbvinni. Nyilván ennek is szólt. Ezért aztán azóta azt látom, hogy ahogy az Európai Unióban sok kollégám nő, a világ nagyon sok részén vannak női külügyminiszterek, ott sokkal kevésbé feltűnő ez a dolog, de Magyarországon mindenképpen új volt, meg érdekes volt, meg egy picit meghökkentő volt. Ami a szakmai részét illeti, attól nem tartottál, vagy nem szorongtál, hogy bemész a Bemrakparti épületbe, és ott dolgozik nagyon-nagyon sok karrier diplomata, akik esetleg, hát hogy is mondjam, csak furcsán néznek rád, mert egy ejtően és egy outsider vagy, hogy szakmailag te hogy fogsz megfelelni? Tehát nem szorongtál ettől? Hát nagyon váratlan volt ez a dolog, és én ugye elég sokat dolgoztam nemzetközi szintéren, ez szintén kiderült itt a bemutató volt, de az egészen más, mint hogyha az ember karrierdiplomata, és nem tudom, 21-nehány évesen bekerül ebbe a egyébként nagyon zárt és nagyon összetartó körbe. Egyértelmű volt, hogy nekem nagyon sokat kell tanulnom ebben a helyzetben. Tehát azt, ami ennek a külügyi része, ami a diplomáciai része, az megtanulni való volt. Másoldalról azért most is azt gondolom, hogy az ember miniszterként nem biztos, hogy a legjobb diplomata kell legyen. Ez egy picit másfajta funkció. Az ember külügyminiszterként összeköti a belügyeket és a külügyeket, kint képviseli a Magyarországon történő dolgokat, de ugyanígy folyamatosan becsatornázza mondjuk a kormányzati működésbe azt, ami a világban történik. Tehát van az embernek egy ilyen kettős feladata, tehát ez nem klasszikusan ugyanaz a munka mondjuk, mint egy nagyköveté, aki az országot képviseli valahol. Nyilván tudni kell ezeket az ügyeket, de egy picit, egy távolság azért talán nem is árt, hogy az ember egy kicsit más szemszögből nézi ezeket. Amikor elkezdtél úgymond ismert lenni a széles közvélemény előtt. Hát ugye az egy gyökeres változást jelentett az életedben, és az az igazság, hogyha valaki ezt későn kezdi, és nincs az hozzászok, hogy felismerik, megismerik, az első hatalomban van. Tehát hogy bele lehet azért, hogy is mondjam, csak futni emberi gikszerekbe. Te kinek szóltál a környezetedben, hogy figyelj ide, vagy figyeljetek ide, hogyha látjátok rajtam, hogy hülyülök, akkor szóljatok már, vagy pofozzatok fel, vagy... Hát sok mindenkinek tulajdonképpen. Ezért egyrészt nagyon fontos az ember családja, aki azért ad folyamatosan visszajelzéseket, meg hozza be az információkat a világnak abból a részéből is, amelyik nem ez a szűk kör. Hát aztán az ember barátai ugyanígy mondják a visszajelzéseket, és mondanak nagyon fontos dolgokat, úgyhogy nagyon fontosak az ember egyéb kapcsolatai, amelyek hozzákötik a világnak a többi részéhez. És ilyen panaszt nem szoktam most nem kapni, hogy nem lehet elérni telefonon, vagy csak a titkárnődön keresztül, vagy sokkal ritkábban látnak, mint régen? Az embernek tényleg kevesebb ideje van, de azért én nagyon igyekszem, vagy nagyon szeretném megőrizni a kapcsolatokat, korábbi kapcsolatokat, és meg nagyon-nagyon fontos a családja, szóval arra én mindenképpen megpróbálok időt csinálni. Próbálok ilyen védett időket teremteni, ami csak a családomé például. Ha jól tudom, amikor az esélyegyenlőséggel foglalkoztál, meg hivatalból is, meg hát régebben is, akár orvosként, pszichológusként, hogy ezen belül a női esélyegyenlőséggel különösen, és érdekelne, hogy miért érdekel téged az, hogy a nőkkel hogy bánnak ebben az országban, és a nők magukról mit gondolnak, és miért hiszik el, vagy miért gondolják azt, hogy nem érdemelnének többet, jobbat?
Hát az esélyegyenlőségnek egy nagyon fontos része volt természetesen a női esélyegyenlőség, de nem csak ez, ebben benne volt a fogyatékos emberek esélyegyenlősége, a kisebbségekhez tartozók esélyegyenlősége és mindenféle egyéb romák helyzete Magyarországon, tehát sok minden egyéb is. Én azt hiszem, hogy ez egy pazarlás, ami Magyarországon történik a nők tudásával, képességeivel, képzettségével és mindenféle egyébbel. Szóval azt lehet látni, hogy a nők magasabb iskolai végzettséggel indulnak, még az egyetemben jobban, láthatóan jobban teljesítenek nagyon sok esetben, és aztán utána valahol eltűnnek menet közben, hát ez az üvegplafon jelensége, amiről szoktunk beszélni. Tehát amikor már később körülnézzünk, hogy vezetőállásokban milyen arányban vannak nők, akik nagyon jól indultak, tehetségesek voltak, igazi versenytársak voltak a férfiak számára, ők valahol föladják, vagy abban a helyzetbe kerülnek, hogy nem tudnak tovább lépni. És sokszor azt hiszem, hogy ebben a nők is benne vannak. Azt lehet tudni, hogyha valamilyen kihívás van, akkor mondjuk egy álláshirdetés. A férfiak akkor, hogyha olyan felerészben megfelelnek a megfogalmazott elvárásoknak, akkor azt gondolják, hogy ez nekik való. A nők akkor gondolják azt, hogyha mondjuk 80%-ban megfelelnek ezeknek a feltételeknek, amik megfogalmazottak. Tehát biztos, hogy egy picit bátortalanabbul futnak neki az új helyzeteknek. Tehát önmagában szerinted az nem magyarázat, hogy azért, mert egy nő szül, akár egy, akár két, akár több gyereket, maga az az idő, amit a gyerekeivel tölt, hogy maga ez az életesemény rántja őt vissza, vagy amiatt a férje vagy a társa előbbre menni. De ez egy furcsa dolog, és ez nyilván összefügg az embernek a saját életével, élettapasztalatával, hogy akkor, amikor az embernek pici gyerekei vannak, akkor egyértelműen ez a prioritás. Én azt szoktam mondani, hogy 10 évig egyértelmű, hogyha választanod kell, hogy a gyereked beteg, és otthon maradj, vagy csináld meg azt, amit terveztél másnapra a munkahelyeden, egészen egyértelmű, hogy az ember azt mondja, hogy most otthon van a helyem, és ezt kell csinálnom. Nekem az volt egy ilyen fontos jelzés, mikor a gyerekeim először elmentek nélkülem, vagy nélkülünk külföldre, ők egy kórusban énekeltek, ilyen 11-12 évesek voltak, és azt mondták, hogy szerbusztok, mi most elmegyünk a kórussal énekelni. Tulajdonképpen ez volt egy jelzés arra, hogy akkor az ember elkezdheti egy picit nagyobb mértékben élni a saját életét, és mondjuk folytatni azt, amit mégiscsak valamennyire hátrébb szorított akkor, amikor gyerekeket szült. Más egy nőnek az életritmusa vagy életciklusa ebből a szempontból, de hogy utána, amikor az ember gyerekei felnőnek, hogy az ember megint szívesen és örömmel dolgozik sokkal többet, hogy próbálja újra hasznosítani mindazt, amit tudott, és akár azokat a tapasztalatokat is, amit háziasszonyként, gyereket nevelőként, háztartás menedzserként összeszed, ezek nagyon hasznos dolgok tulajdonképpen. Ha maradtál volna a szakmádban, tehát a pszichiátriánál, akkor bizonyítandó, amit most mondasz, jól gondolom, hogy a férjeddel, aki szintén pszichiáter, gyakorlatilag a szakmai ranglétrán ugyanott helyezkednétek le, vagy helyezkedtetek el akkor, amikor még te is orvos voltál? Többé-kevésbé igen, hogy azóta mi lenne, azt nyilván nagyon nehéz tudni, mert hát akkor jött a rendszerváltás, és akkor mind a ketten elkezdtünk egy kicsit más irányba elindulni, ahol megint furcsa módon az ember használta a korábbi ismereteit, de mégiscsak nagyon más felállásban. Mind a ketten csináljuk a dolgunkat, azt gondolom. Egyetemi szerelem? Igen, ez a fiatal korból ismerjük egymást, olyan egyetemista időszakból. És milyen volt együtt dolgoznak? Együtt mentetek Szolnokra, ugye? Újszászon dolgoztunk, a Szolnoki Kórháznak volt az egyik részlege abban az időben. Akkor voltak picik a gyerekeink, és azt mondtuk, hogy az az életforma az nagyon nehezen élhető, hogy az ember orvosként dolgozik, ügyel, és mellette a gyerekeit is azért látni szeretné. Úgyhogy mi kifejezetten azért mentünk el vidékre, és ez egy nagyon-nagyon jó időszak is volt, ahol egy helyen dolgoztunk, de ugyanott laktunk benne, ez egy nagy park közepén volt ez a kastély, ami egy pszichiátriai osztály volt, és bent is laktunk. Ez egy egészen sajátos dolog, egyrészt a gyerekek borzasztóan szerették, mert volt 40 holdjuk, ahol lehetett a saját életüket élni, nagyon sok gyerek is volt egyébként, ott bent laktak sokan, orvosok, nővérek, családdal együtt. És hát jó volt együtt dolgozni, szóval mondom, az egy ilyen dolog volt, ahol ott volt egy helyi néni, aki a gyerekekre vigyázott, följöttek, együtt ebédeltünk, az ember úgy ügyelt, hogy otthon tudott lenni a családjával a saját ágyában, és valami volt, akkor felhívták az osztályra. Azt gondolom, hogy az egy nagyon jó döntés volt, hogy akkor elmentünk, és nem
összehetett egyeztetni, mondjuk, amit mindig mondunk mostanában, hogy családi élet és karrier összeegyeztethetőség. Hát tulajdonképpen ez volt a megoldás. Érdekes módon azt nagyon sokan megkérdezték tőled a kollégáim közül, hogy édesapád mit szólt ahhoz, hogy ezt a felkérést elvállaltad, de én olyanra nem emlékszem, hogy valaki megkérdezte volna, most ezt megteszem, de megmondom, hogy miért furcsa a saját magam számára is, hogy a férjed mit szólt. És tudod, miért furcsa? Mert amikor egy férfi embert neveznek ki miniszternek, tőle soha nem szokták megkérdezni, hogy a felesége mit szólt. Igen. De tényleg mit szólt a férjed? Hát azért ez egy hosszabb folyamat volt, amikor én nem úgy kezdtem, hogy miniszter voltam, hanem államtitkárként léptem bele ebbe az egészbe, és ráadásul úgy, hogy Csehák Judit úgy hívott engem, hogy a civil kapcsolatokat tartani, illetve azért egyfajta felelősséggel, és ez még nagyon közel volt ahhoz, amit én korábban csináltam, hát én civil szervezetet vezettem, nagyon erősen benne voltam ezekben az ügyekben, ott csak egy pici lépés volt, vagy láthatóan csak egy pici lépés volt, és akkor sok pici lépés lett aztán, hogy ebből lett egy tárca nélküli miniszterség, aztán lett egy szép nagy minisztérium, aztán lett még egy lépés. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból fontos, hogy mi azért nagyon régóta élünk együtt a férjemmel, tényleg nagyon régóta ismerjük egymást, ez egy hosszú házasság igazában, nagyon sokfajta váltás volt az ő életében is, meg sokfajta váltás volt az én életemben is. Ő nagyon támogatott ebben mindvégig, és időnként nagyon jól szórakozik a különböző helyzeteken, félig kívülállóként, félig belülállóként. Mert miken például? Hát ez egy csomó jóbofa helyzet van, most nem tudom neked konkrétan elmondani, hát ez egész, így tudom én, munkás helyzetek ilyenek például, hogy említetted, hogy az embert elkezdik ismerni. És amikor külügyminiszter lettem, akkor már azért elég sokan tudták, hogy én ki vagyok, és az ilyen nagyon nagy indulatokat váltott ki pro és kontra, hogy kellett, nem kellett elvállalni. És valamelyik bevásárló központban voltunk éppen, és odajött hozzám egy néni, és azt mondta, hogy azért ezt nem kellett volna csinálni. És akkor nem én válaszoltam, hanem elment egy bácsi is mellettünk, aki azt mondta, hogy nagyon jól tette, hogy elvállalta, mondta. És akkor mi ott álltunk középen, és azt mondtuk, hogy oké, ezt akkor most ők megbeszélik egymással, hogy nekem mit kellett volna csinálni. Hát egy csomó ilyen helyzet van. És az állásodnak abban a részében mennyire tudod őt bevonni, amíg gondolom, hogy hát ezt nem, ennek nem mindenki szokott örülni. Fogadás, vacsora, de mennyire, hogy is mondjam csak neki, mi a kötelezettség a te oldaladon? Vagy mennyi a kötelezettség? Nincs olyan nagyon sok kötelezettség tulajdonképpen, ez többé-kevésbé rajta múlik, hogy ő mennyit szeretne ebben részt venni. Tulajdonképpen én magam se nem nagyon sok időt töltök ezzel. Szóval, hogy itt nyilván lehetne sokkal többet meg elmenni minden fogadásra. Az ember próbál valahogy észszerű keretek között maradni, és mikor mondtam, hogy fontos az, hogy a családommal tudjak lenni, hogy ezért próbálom őrizni az időmnek egy részét. De azért van olyan, amikor együtt megyünk, és tulajdonképpen sok mindenkit ismerő is, meg hát az embernek sok ismerőse van. Egyébként ezekben az informális közegekben, tehát ezekben a fogadásokban, koktélpartikon, stb. Tehát mennyire igaz az, hogy ezekben a helyzetekben is dőlhetnek el nagyon fontos dolgok, és nem csak munkaidőn belül, a minisztérium falain belül. Hát ez érdekes. Bocsáss meg, azért kérdezem, mert gondolom én, biztos nem véletlenül találták ezt annak idején, amikor a diplomácia megszületett, hogy miért kell ezeket az informális találkozó helyeket és eseményeket megtartani. Nyilván van ennek létjogosultsága, nyilván, hogy az ember vadászna mondjuk, és sok időt töltene vadászokkal, akkor jobban tudná, hogy ez hogy is van. Például az Európai Unióban az informális rész, az bele van rakva, a formális, az idő van teremtve erre, ott van egy formális ülés, és aztán van egy ilyen kvázi informálisabb ebéd, ahol nincs senki más ott, mint a külügyminiszterek, ahol nagyon sok fontos dolog elhangzik. De akkor nem kell még tovább informálisan ott maradni, mert hogy bele van téve az informálisabb a napi programba, ami mondjuk a havi rendszeres külügyminiszteri ülés. Én nem gondolom, hogy ott dőlnek el a dolgok. Nagyon sokszor az jó, hogyha az ember egy picit más formában is együtt van, emberekkel beszélget, és nem csak egy asztal körülülve, hanem másként is. Lehet ennek egy egyensúlyát találni. Nyilván diplomatikus válasz érkezik erre a kérdésre. Hogy látod most a magyar külpolitikát, Magyarország külpolitikáját? Hogy értékelnéd, hanyast adnál neki?
Hát ez nyilván nem jó, hogyha én osztályozom le. Én azt gondolom, hogy elkezdett egy nagyon karakteres arca lenni a magyar külpolitikának. Erre most egyébként törekszünk is. Most már azért 2,5 évvel az Európai Uniós csatlakozásunk után megtanultunk ebben a közegben mozogni, és többé között lehet tudni, hogy mik azok a fő jellemzői Magyarországnak, amiben nagyon karakteresen foglal állást, és most már lehet tudni, hogy kik azok, akik szövetségesek ebben a dologban. Tehát én azt hiszem, hogy ebben a közegben nagyon egyértelműen jelen vagyunk. Volt egy pár olyan nagyon fontos döntés, ami szintén arcot ad a magyar külpolitikának. Ez a, például az afganisztáni PRT-ban való részvételünk, ami egy globális szerepvállalás ügy, a kisebbségi tematika felszínen tartása nagyon sok szempontból, ami a határon túli magyar közösségek szempontjából fontos, a Nyugat-Balkán ügyek, hogy nekünk fontos, hogy mi történik a balkáni országokban. Én azt hiszem, hogy van egy karaktere a magyar külpolitikának, de most azért nekiálltunk csinálni egy új stratégiát, mert azt gondoltuk, hogy itt azért a fő hangsúlyokat a rendszerváltás után fogalmaztuk meg, és azóta nagyon sokat változott a világ, mondjuk nagyon sokat alakult itt a régióban is, úgyhogy most azért nekikezdenénk és megnéznénk, hogy hol vannak a lehetőségek, hol vannak a veszélyek, Magyarországnak mi az erőssége és mi az, ahol viszont érdemes javítani. Tehát egy picit csinálnánk forgatókönyveket, hogy mi történik akkor, ha a legjobb forgatókönyv, ha a kevésbé jó, hogyha a legrosszabb valósul meg bizonyos területeken. Tehát egy kicsit azért újra kezdenénk egy gondolkodást. És például azt hogy látod, hogy nekünk ugye a legnagyobb és legerősebb szövetségesünk ugye az Egyesült Államok, amelynek hát, hogy is mondjam, csak finoman szólva, a nemzetközi megítélése egyre rosszabb, és egyértelműen rosszabb, főleg a külpolitikáját illetően. Hát azért sok szövetségesünk van, Egyesült Államok valóban fontos Magyarország számára részben, sokfajta történeti ok miatt is nagyon nagy szerepe volt az Egyesült Államoknak azért a rendszerváltás utánban, hogy itt alakuló demokráciákat támogatták sokféle módon. De hát azért nagyon természetes szövetségeseink vannak az Európai Unión belül, és ezek erősödnek is, és alakulnak is nyilvánvalóan. Az Egyesült Államoknak azt gondolom, hogy olyan szerepe van, ami az egész világban fontos, ezt lehet vitatni, lehet mondani, hogy jól vagy nem jól csinálják, de nagyon hangsúlyos szereplő az Egyesült Államok, nagyon sok felé a világban, nem csak Európában, hanem sok felé. És én azt látom, hogy ahol lehet egy dialógusban kialakítani közös álláspontokat, például az Európai Unió meg az Egyesült Államok között, ott sokkal egyértelműbb és sikeresebb a fellépése mindegyiknek, mint hogyha ezek nem összehangoltan történnek. Neked ki segít a szakmai munkádban? Mekkora csapat áll mögötte? Tehát amikor egy tárgyalásra készülsz, vagy egy külföldi út előtt állsz, akkor mekkora az a tím, akik fölkészítenek téged? Hát ha akarom, akkor 2000 ember, ha akarom, akkor 30, ha akarom, akkor 15, ha akarom, akkor bármekkora. Szóval, hogy az ember nagyon sok mindenkivel konzultál. Szóval nyilván van egy olyan vezetői csoportja a minisztériumnak, akikkel elég sokat ülünk együtt, és akikkel folyamatosan készülünk ezekre a dolgokra. Van egy szakértői csoport is, akikkel szeretnénk egyes dolgokban is, meg a jövőben is folyamatosan együtt dolgozni. És az ember, mikor azt mondom, hogy 2000 ember, akkor az tulajdonképpen mindenki, aki a külképviseleteken is ott van, szóval itt azért nagyon-nagyon sok információ gyűlik össze, amit aztán sok ember foglal össze, dolgoz át, és ebből lesznek aztán álláspontok. Tehát ez nem egy személyes dolog. Szerinted a szakmához való hozzáállásban, az élethez való attitűdjeidben inkább édesapádra hasonlítasz, vagy édesanyádra? Erről meg kéne őket kérdezni, de én azt gondolom, hogy is. Nyilván az ember alakulásában, fejlődésében mind a kettőjüknek szerepe van, mind a kettőjük hozott valami nagyon hangsúlyosat, és hát nagyon közös értékrendet alapvetően. Anyám egyfajta szociális érdeklődést, elkötelezettséget, apám láthatóan egy nagyon világos értékrendet, és én azt remélem, hogy ez mindegyik részben összeegyeztethető, részben tovább vihető. Szerintem kérdezzük meg az édesanyádat, szerintem jobban hogy tudja. Kire hasonlítasz. Ugye azt mondtam a műsor elején, hogy első vendégem Göncz Kinga, második vendégem édesanyád, Göncz Árpádné Zsuzsa. Bejössz? Gyere!
Örülünk, hogy itt vagy. Hát akkor... Eddig csak hallgattam. Gyere, csücs le. Szervusz, örülök, hogy itt vagy. Annyiszor meg akartam tőled kérdezni, hogy amikor azt hiszem, hogy te voltál az első olyan politikus feleség Magyarországon, akinél elkezdték ezt az asszonyozást, hogy Zsuzsa asszony így, Zsuzsa asszony úgy. Téged ez zavart, vagy megszoktad? Nekem Zsuzsa vagy a Kinga anyukája. Ó, kezdetben még ilyen cikkek is voltak, hogy mi az, hogy Gönc Zsuzsa, itt egy feleség, az, ez valamikor 90 körül volt még, az Gönc Árpádné, és semmi tovább. Mm-hmm. Szóval itt elvileg is vitáztak. Én már megszoktam ezt a Zsuzsa nénit, mert ugye általában Zsuzsa néni vagyok mindenki. Szóval koromból kifolyólag. Kire hasonlít a Kinga? Rád vagy Árpád? Hát agyilag az Árpádra, egyértelműen. Szóval az agya az övé. A teljesítő képessége, jaj, hát ez nem egy utolsó szempont. Uh-huh. Nem tudom, rám mibe hasonlít. Hát egy csomó mindenbe, tulajdonképpen. Igen. Azt én kevésbé tudom mérni. Az is néha az embernek így megüti a fülét, ahogy a gyerekek benneteket hívnak. Tehát az édesapjukat Árpádnak, téged Sanyának, vagy... Igen. Nézd, hát ez elég változatos volt a mi 60 éves házasságunknak, főleg az első fele, amikor is ugye Árpád jó 6 éven keresztül nem volt. És akkor, hát akkor én voltam a minden, és nem volt egy csodálatos édesanyám, nagymama, aki tényleg az otthoni dolgok nagy részét ellátta meg a gyerekekkel, mert hogy akkor szaladgálni kellett, dolgozni kellett, hát rengeteg plusz tennivaló volt. Hát akkor azért biztos, hogy én voltam a családfő. Akkor hívtak a Sanya után Sándornak is egy darabig. De ugye az úgy alakult ki, ugye, hogy az édesanyából Persze, az édesanyából lett a Sanya, igen, ez egyértelmű. És a papa, apa, édesapa, hogy lett Árpád? Vagy hogy... Én gondolom, hogy úgy, hogy mikor ugye nem volt otthon, akkor én mindig Árpádnak emlegettem, és akkor ez úgy maradt. Bár kezdetben ő is apa volt, aztán később azért köztük tényleg baráti kapcsolat van mindegyik gyerekkel. Amikor... Most jöttél ide hozzánk, ugye mi Kőbányán vagyunk, a stúdiónk Kőbányán van, akkor nem jöttek elő azok az emlékeid, amikor errefele dolgoztál? Mert te dolgoztál itt Kőbányán, ugye? Ajaj, dehogy nem, hogy ne. És miután nem a szabályos útvonalon jöttünk, mert így kellett jönni a nagy forgalom miatt, és eljöttünk a 28-as villamos alatt, illetve most már azt hiszem 37-es járára, 28-asra jártam dolgozni Óbudáról Kőbányára. És mi volt pontosan az, amit csináltál itt? De az egy nagyon érdekes munka volt, amit mostanában fölismertek, és ki is faggattak engem, és föl is dolgoztak aranyos fiatal szociológusok. Az egy önkéntesen indult szociális munka volt a 1930-as évek végén. Én 42-ben kapcsolódtam be, mert akkor érettségiztem. És kezdetben csupa önkéntesek dolgoztunk Kőbányán, téglagyári környezetben, ahol mostan elképzelhetetlen körülmények között éltek munkás családok, úgyhogy egy szoba, egy család, ez amit a téglagyár épített nekik. És szóval kulturálisan, lelkileg, anyagilag mindenképpen borzasztó körülmények között. És akkor oda egy kitelepült egy pár értelmiségi önkéntesen, és csapódtak hozzájuk egyetemisták, javarészt közgazdász hallgatók, de volt mindenféle. Én magam a akkor indult szociális gondozóképzést végeztem, ami 42-ben indult, és aztán 44-ig ment, és akkor jött a háború. És akkor utána engem alkalmazott itt is a főváros rendes fizetett szociális gondozóként, és hát dolgoztunk addig, amíg a Rákosi rendszer meg nem szüntette a szociális munkát. Az 51-ben volt. Azon az ember gondolkodik valaha, vagy csak csinálja, hogy miért vonzódik ő a gyengékhez, az elesettekhez, a fogyatékosokhoz? Miért ez az, ami az ember életének a célját többek között megadja? De azt hiszem, ez örökség. Úgy örökség, hogy édesanyám ugyan tanítónő volt, de tudom, hogy mindig külön mesélte, hogy van egy fogyatékos kisgyereke, akkor később bölcsődébe dolgozott, akkor ott is külön nagyon szerette, és nagyon foglalkozott azzal, aki egy kicsit elesettebb volt a többinél, meg a hozzájuk tartozó családokat is. Ezt így szoktam gyerekkoromban.
Ugyanakkor az Árpádban is volt egy ilyen nagyon erős szociális érdeklődés. A kettő összejött. Ugye említetted, hogy 60 év vagytok házasok. Mikor lesz az ünnepség? Januárban. És ő szokott emlékezni erre, vagy azért emlékeztetni? Nem. Férfiakkal ilyennel nem tudjátok. Miért nálatok ilyen? Időnként. Hát én ennek a trükkjére rájöttem, hogy szólni kell előtte valónap, hogy holnap. Na jó, az természetes, hogy az ember szól, csak hogy előre nem jut, persze, hogy szól, csak hogy nem jut eszükbe. Az hogyan lehetséges a szerencsén kívül, hogy két ember találkozik 60 évvel ezelőtt? Több. Hát persze, mert nem rögtön házasodtatok össze. És valahogy megkérdőjelezhetetlen az, hogy ők egyek. Hát ennek sok tényezője van. Az első biztos ez az alapvető szociális beállítottság, a nagyon közös érdeklődésünk a népi kultúra, meg az irodalom iránt. Mi közös még bennünk? Az emberekkel való kapcsolatnak a fontossága, a család szeretet. Ezek a nagyon alapvető emberi értékek, irodalom szeretet is. És na most, hogy akkor jöttek a nehéz idők, amik nagyon össze tudják kovácsolni az embert. Mert mondjuk a barátságunk az a, mondjuk, hogy 1940-ben kezdődött, és utána kezdődtek a nehéz idők, és akkor miután úgy egyformán viszonyultunk a adott politikai, szociális és egyéb nehézségekhez, akkor ez nagyon összekovácsolt bennünket. Arról beszéltetek valaha, hogy amikor a börtönben volt, akkor fölmerült-e benne valaha az a félelem, hogy te elhagyod, vagy nem várod meg? Nem. Nagyon sok feleség elszakadt akkor. Hát egyrészt nekem ott volt mind a négy gyerekem már, úgyhogy ez alaphelyzet volt. De különben is, hát ez annyira természetes volt, hogy hát az Árpád azért készült arra, hogy ott le fogják csukni, úgyhogy erre lelkileg föl voltunk készülve. Egyébként nem lehet, de lelkileg azért lehet, hogy ez valószínű várható lesz. Mondjam azt, hogy bele volt kalkulálva az életünkben. Most, mikor először közölték velem, na nem hivatalosan, csak úgy egészen tiszta véletlenül a legelső beszélőn kiderült, hogy ő életfogytiglani büntetést kapott, akkor semmi, akkor mosolyogva tovább kellett beszélgetni a beszélőn. Majd hazafele menetben mentem a bazilikába, mert útba esett, és ott kibőgtem magam, mert hát otthon nem lehetett sírni. Hát körülbelül ennyi volt, és akkor az ember fölfogta, hogy most ez a feladata, hogy nem lehet tudni, hogy ez meddig tart, tehát most így folytatjuk. A gyerekeknek mennyit mondtál el ebből? Mindent, ugye? A gyerekeknek, Kinga volt a legnagyobb, Kinga volt legelőször beszélőn, aztán ezen a bizonyos negyedéves beszélőre két gyereket lehetett vinni, úgyhogy fél évenként mindig két gyerek látta a rabok meg a hozzátartozók lábát. Ugye, mert ekkorák voltak, és iszonyatos nyüzsgés, hangzavar, tömeg, nem részletezem. Úgyhogy igazából a többieknek személyes kapcsolata vagy élménye az apjukkal nem volt, csak neked volt. És ezt lehet pótolni? És ez nehéz. Ez nehéz, mindenki tele, ugye folyamatosan, ugye édesapa, mentünk, fénykép, imádkozás, egyfolytában róla volt szó. Hát folyamatos barátságban voltunk az összes lecsukott hozzátartozóval, gyerekeikkel, feleségeikkel. Úgyhogy hát ez volt az egyik fő téma gyerekek iskoláján kívül, és vártuk, és nagyon soká vártuk, mert az Árpádot nem engedték ki a 63-os amnesztiával, csak 3 hónappal később, úgyhogy akkor 3 hónapon keresztül naponta vártuk haza. Szóval ő jelen volt, de azzal együtt a emberi valóságában és apai valóságában a jelenléte az valami egészen más volt. Úgyhogy azt hiszem, ez alapvetően meghatározta aztán a további kapcsolatukat is, hogy igaziból a kicsi gyerekkorukat azt nem együtt csinálták végig. Gyereknek különben azért nem szabad hazudni, mert különben az egy csúnya dolog amúgy, hanem tényleg igaz az, hogy a gyerekek tudják, vagy érzik az igazságot? Szerintem a gyerekek mindent tudnak. Lehet, hogy nem tényszerűen tudják, de hát nem lehet nem tudni. Ezt a hangulatokat. Persze, hát miért az Árpádot letartóztatták, akkor már
lehetett tudni azt, hogy már elindultak a letartóztatások, ott volt a félelem a levegőben. Persze. Utána lehetett tudni, hogy a félelem attól, hogy az életfogytiglani ítélet az borzasztó volt, de hát amitől az ember igazán félt, az, hogy halálos ítélet ne legyen. Szóval az volt a nagy különbség utólag nézve, és biztos, hogy ezt az ember érzi gyerekként. De hát azt hiszem, ez nem is föl sem merült, hogy nem mondjátok. Hát nálunk föl sem merült, mert hogy mindig is kapcsolatban voltunk, mondom, feleségekkel, meg olyanokkal, akik kijöttek közben a börtönből. Hát voltak olyan nálatok kisebb gyerekek, akiknek végigmondták, hogy kórházban van, vidéken van, nem tudom, hol van. Nem tudom, hogy azok hogy emésztették meg. Nálunk ez nem volt. Amikor elnök feleség lettél, nagy szünetek. Biztos, igen. Keltett egy pár év, igen. Akkor gondolom, hogy abban a pillanatban rengeteg szervezet, alapítvány, társaság, egyesület keresett meg, hogy vállalj különböző munkákat. Ez már a következő pillanat volt. Az első az, hogy én valami rettenetesen aggódtam és szorongtam, hogy jaj Istenem, ez most egy... Hát az Árpád tényleg annyi mindent végigcsinált addig, és mindent ragyogóan, de azért ez valami egész más volt. Mm-hmm. Úgyhogy én először nagyon-nagyon-nagyon... Nem azt mondom, hogy féltem, csak aggódtam, megimádkoztam, de az úgy jött ki, hogy de szerintem belejöttél azért. Belejöttél. Persze. Hát még javább a Bécsi úton laktunk, mikor már megjelent először a Rákliga, hogy elnököljem őket. Aztán ők voltak a legelsők, úgyhogy erre emlékszem. Aztán még számtalan intézmény, szervezet. Úgyhogy belevontak volna engem rögtön, nem vonódtam be, mert a szüleim ilyen 90 alatt fölött voltak, és akkor már a mi gondozásunkon voltak. Meg is tudjuk mutatni a szüleidet, van itt egy kép. Igen, sok igen amikor még mindenki ott van. Igen, itt megmutatjuk a kamerának. Ez abban a bizonyos Gödi házban, annak a kertjében igen, készült, amit te is nagyon szerettél, meg a gyerekek is, meg az unokák is. Igen. Most már nagyon igen, mert kert szeretnek. Volt. És egyébként azon a kis házon valami átalakítás zajlott azóta, vagy úgy helyes, ahogy van, vagy volt, ahogy ők építették? Az olyan, amilyen volt, közben édesapám rakott hozzá fürdőszobát, meg egy hátsó tornácot, de lényegileg ugyanaz a ház. Szóval visszatérve akkor, amikor már viszont igent mondtál, akkor miért a kézenfogva alapítványnak mondtál igent? Azt nem én mondtam, igen, azt én kezdtem. Te találtad ki, de akkor inkább úgy kérdezem, hogy miért ezt? Mert akkor ügyet? Már tényleg mindenféle ilyen szervezetet többé-kevésbé ismertem, és tudtam, hogy rengeteg csoport van, amelyik támogatásra szorul. De valahogy az volt a meggyőződésem, azóta is ez, hogy az értelmi fogyatékosok azok, akik legjobban szorulnak segítségre, elfogadásra, fejlesztésre, társadalmi összefogásra. Mert hogy előítélet sújtja őket? Mert hogy előítélet súly, hát addig még pláne annyira elrejtetten éltek, hát az intézetek be voltak zárva, onnét kilépés nem volt, a családok nem merték őket utcára vinni. Szóval az családokat sújtott, de nagyon, mert gyakorlatilag ki voltak zárva a társadalomból. És azon kívül, mint most már tudjuk, de akkor is tudtuk a külföldi szakirodalomból, hogy fejleszthetők nagyon sok téren, ami addig nem folyt. Úgyhogy... Tehát mennyit dolgoztatok addig, amíg létrejött az alapítvány? Hogy kezdődött? Szülők megkerestek téged? Megkerestek engem a gyógypedagógiai főiskolának két vezető tanára, mindjárt az első nyáron, hogy itt úgy hallják, tudják, hogy alakulnak civil szervezetek a értelmi fogyatékosok segítségére. Hát ugye ők a szakemberek, akik foglalkoznak velük országosan, de fogalmuk sincs, hogy kik ezek, milyenek, mit tudnak, mit nem tudnak, hogy ezt valahogy föl kéne mérni, össze kéne őket fogni, és el kéne kezdeni egy szakszerűbb civil munkát ezen a téren. Egyébként mi a véleményed a Magyarországon, és ezt tőled is kérdezem, Kinga, a Magyarországon lévő vagy nem lévő, vagy kevéssé meglévő társadalmi szolidaritásról, vagy annak hiányáról? Nekem nagyon rossz a véleményem. Hát ez egyrészt változó, másrészt nem egyforma mindenfele, mert még most is nagyon sok önkéntes munkás van, nagyon sokan vállalnak szolidaritást. Az, hogy ez most éppen így a sajtóba, még csak azt se lehet mondani, mert ez a sajtóba is szerepelnek,
nem tudom, különböző. Én nagyon sok szolidaritással találkozom. Hát, mert azt keresed, te azokkal igen, az meg engem azok talál. Keresnek igen. Meg, igen. Kinga? Én ugyanezt gondolom, sokkal több minden történik, mint ami látszik. A helyi közösségekben az ember azt látja, hogy nagyon-nagyon sok fontos dolog van, és nagyon sok jó kezdeményezés és odafigyelés van. Illetve pontosabban vannak olyan közösségek, amik jól működnek, és ahol ez norma, és nagyon sok minden van, és aztán van, ahol nagyon magukra vannak hagyva az emberek. Azt nem tudja az ember, hogy mitől ilyen vagy olyan egy közösség. Valószínűleg a civileken sok múlik. A vezetők, igen, a civil szervezeti vezetőkön, hogy nekik milyenek a társadalmi kapcsolataik, a társadalmi státusuk. Meg tudják-e mozdítani? Igen. Igen. Hát például te fantasztikus anyák vannak, szóval nekem csodálatom tárgyai, akinek van egy fogyatékos gyereke, és nem áll le ott, hogy én most borzasztó helyzetben vagyok, és engem tessenek sajnálni, hanem elkezdi tanulni a szakmát, elkezd körülnézni, hogy mik a segítési lehetőségek, kapcsolatokat teremteni. Nagyon sok ilyet tudok. Szóval igaziból tőlük indul ki a komoly munka. Utaltál arra, hogy amikor elkezdtétek ezt a munkát, még a Bécsi úton laktatok. Meddig kellett vegzálni ezt a szegény férjedet, hogy egyezzen bele abba, hogy nincs mese, el kell költözni? Tudom, hogy nagyon szerettétek azt a lakást. Hát megszoktuk 44 éven keresztül. Nem, ez egyértelmű volt. Szóval amikor beindultak az ilyen, az Árpádnak a külföldi kapcsolatai, fogadásai, stb. Szóval az nyilvánvaló volt, hogy a Bécsi után nem, arról nem beszélve, hogy ugye az Árpád is, hát rögtön induláskor népszerű volt. Úgyhogy volt olyan délután hazaértünk, hogy már sorba álltak a gangon, akik beszélni akartak, vagy az Árpáddal, vagy velem. És akkor megvolt ez a Béla Király úti rezidencia, ahol hát még a szocializmusban több rendbéli vezető ember lakott, majd átalakították a házakat vendégházzá, majd akkor kiderült, hogy mégis szükség lenne az eredeti funkcióra is, hogy akkor gyorsan visszaalakították, és akkor szép sorba oda telepítettek először bennünket, aztán a, nem is tudom, első menetben még, mert az Antal nem ott lakott, a Szabad György nem ott lakott, de a második kormány igen. Esetén hát akkor már oda telepítették őket, mert addig rendbe hozták a házakat. Azt mondta, hogy annyira hiányzik neki, akkoriban nyilatkozott erről, annyira hiányzik neki a piac ott Óbudán, meg hogy nem tud lemenni a piacra, mert az egy isteni közeg, édesapád. Az így van. Jól is tud bevásárolni egyébként? Vagy? Hát már nem. Gondolom az is volt neki fontos, mert nyilván nem az egyfej káposztály, hanem a kapcsolatok miatt. Persze. De a Bécsi útnak volt egy sajátos közege egyébként, nem csak a piacnak, hanem hát az egy hatalmas ház, ott azt hiszem 150 család lakik. Ez hány szám? 88. 88-90 az úgynevezett városi házak, szóval az annyi, mint egy falu gyakorlatilag. Szóval ott az ember mindenkivel találkozott, és pontosan észlelt, hogy az emberek mit gondolnak a világról. És ott lesz, ja nem ott, hát dehogy is, már nem laktok ott. Viszont nálatok lesz a karácsony. Hát mert az, igen, a karácsony úgy kezdődött, hogy mindig is nálunk volt, illetve édesanyám volt a főszervező, meg főmozgató, amíg éltek. És aztán, mikor átment, Bécsi után a végén már nagyon nehezen férszünk el a három szobában mindannyian karácsonykor. Aztán a Béla Király úton elfértünk, és most is elférünk. És hogy tervezed, mi a menet? Hát ennek megvan a menetrendje, úgyhogy itt nincs kecmec. Az most már, mióta mi vagyunk az öregek, és nem a szüleim, ennek most már 11 néhány éve, azóta sorba megyünk Szenteste mindig másik család egységhez, és akkor 25-én összegyűlik mindenki nálunk, akkor van közös karácsonyfa, közös ajándékozás, aminek, mint a Kinga mondta, ezt még hallottam, nem az ajándék mérete a lényeg, hanem az, hogy 50 csomag, és akkor mindenki bontogatja, és mindenki megnézi a másét, és együtt örül mindenki. Majd van közös ebéd, majd van közös beszélgetés. Te főzöl? Hát most már nem. Illetve most el van osztva. Panni főzi a levest, én főzöm a töltött káposztát, stb. Én egyrészt azt kívánom, hogy ez a karácsony is nagyon boldog legyen, és ami még fontosabb, hogy nagyon-nagyon sok közös karácsonyatok legyen együtt. És nagyon köszönöm, hogy a vendégem vendége eljött, mert ha jól tudom, ilyen felállásban, hogy úgy mondjam,
mintha nem is nagyon szerepeltetek volna még együtt televízióban, ugye? Nem nagyon. Köszönjük, és boldog békés ünnepet. Köszönjük. Jaj, hát nekünk is, mindenkinek, neked is, meg a nézőknek, meg az egész országnak. Nagyon szép békés, köszönjük. Boldog ünnepeket. Köszönjük szépen.